Jelenleg és az ezt követő videóim során egy kifejezetten izgalmas meteorológiai témakörrel, méghozzá a légköri kondenzációval foglak megismertetni benneteket. De vajon mi lehet az a légköri kondenzáció, és hogyan alakulnak ki az egyes felhőfajták, illetve hogyan képződik a csapadék? E három kérdésre megtudhatjátok a választ a videó részekből, amennyiben akár emelt szintű érettségére készülő diákként, akár pedig egyszerűen csak a meteorológia iránt érdeklődő egyénként tekintitek meg soron következő felvételeimet. Amint ezt korábbi földrajzi tanulmányaink során tanultuk, a légkör gáz, cseppfolyós és szilárd halmazállapotú vizet egyaránt tartalmaz, sőt, mi több? Annak 99%-a a troposzférában helyezkedik el. A troposzférában fellelhető víz folyamatos halmazállapotváltozáson esik át, melynek leglátványosabb mozzanatát a légköri kondenzáció, avagy kicsapódás jeleníti meg számunkra. Ez a folyamat kétféle módon, felületen és térfogaton belül megy végbe, melyek közül előbbi értelemszerűen különböző tárgyakon, például elektromos vezetékeken, talajon és épületeken, utóbbi pedig a légkörben jégkristályok és vízformájában következik be. Ennek megfelelően a talaj közelében képződő cseppfolyós és szilárd halmazállapotú kondenzációról a harmad dér és zúzmara, a légkörben kialakuló kicsapódásról a köd esetében beszélhetünk. Ebből fakadóan ködnek nevezzük azt a jelenséget, amikor a tömegükben láthatóvá váló vízcseppek vagy jégkristályok láthatóvá válnak a levegőben, és az addig átlátszó levegőt elhomályosítják. Azaz érthetőbben fogalmazva, tehát a köd egy olyan a talaj közelében kialakuló felhő, melyben a kicsapódó vízcseppek vagy jégkristályok olyan nagy számban lebegnek, hogy a természetes fénynek útját képezik. Ahhoz azonban, hogy a fentiekben érintőlegesen kinyilatkoztatott események kialakuljanak, azaz a vízgőz kicsapódhasson, légköri túltelítettségre van szükség. Ez a folyamat viszont csak akkor áll elő, ha a levegőhőmérséklete harmad pont alá, azaz 0 Celsius fokra süllyed, azaz alacsonyabbá válik a tényleges gőznyomással megegyező telítettségi gőznyomás hőfokánál. Azonban ez a megállapítás nem minden esetben állja meg helyét, hiszen tudósok már régebben bebizonyították, hogy teljesen tiszta időben legalább 6-szoros túltelítettségi állapotra van szükség ahhoz, hogy például egy talajközeli felhőréteg, azaz köd kialakuljon, ami pedig teljességgel lehetetlen, mivel a kondenzáció létrejöttéhez kondenzációs magvakra van szükség. E magvak szerepe kettős, hiszen egyrészt e részecskék a molekuláris víznél már jóval nagyobb cseppeket tartalmaznak, másrészt egy részük higroszkópos, ami azt jelenti, hogy nagy nedv szívóképességgel rendelkeznek. Mindezt összevetve tehát azt a konzekvenciát szűrhetjük le, hogy a magvak biztosítják azt a tényezőt, miszerint már a kondenzáció kisméretű túltelítettség esetén is bekövetkezik. Azaz, egyfelől azonos hőmérsékleten elindul a bepárolgás szakasza, a hőmérséklet anélkül lecsökken, hogy a gőznyomás változna, lecsökken a fajlagos térfogat, azonban ez utóbbi esetben az kihangsúlyozandó, hogy csak leszálló légmozgás esetén alakul ki. Ebből végeredményben azt a következtetést szűrhetjük le, hogy mint a felhő, mint pedig a ködképződés hátterében a levegő hőmérséklet csökkenése válik szükségessé, mely pedig az őszi és téli hónapok során következik be. Ennek megfelelően négyféle módon, érintkezés, kisugárzás, keveredés és az úgynevezett adiabatikus folyamatok lévén jöhet létre. E négy közül előbbi akkor alakul ki, ha a levegő nálánál sokkal hidegebb felszín fölé áramlik, s így áramlási ködöt hoz létre.
A második esetről az esetben tehetünk említést, ha hűvös talaj fölé áramló levegő felveszi a talaj hőmérsékletét, mely kisugárzási köd létrejöttét vonja maga után. Az e fajta ködök leginkább az éjszakai és kora reggeli órákra jellemzők, ezért a délelőtti időszakra már feloszlanak. A harmadik folyamat a keveredési kondenzáció, mely akkor alakul ki, ha például a hideg és a meleg levegő összekeveredik egymással, ezzel keveredési ködöt kialakítva. Az e fajta köd leginkább a tengerparti régiókban érhető tetten. A négy folyamat közül a legmegfelelőbb mód a levegő lehűlésének szempontjából az úgynevezett adiabatikus kiterjedés, hiszen az egyes felhőfajták kialakulása is e szempont szerint zajlik. Mielőtt kitérnénk a konkrét felhőfajtákra, kiemelt fontosságú azt megjegyeznünk, hogy egy adott felhőtípus hogyan alakul ki, illetve az adott felhőréteg milyen magasságban helyezkedik el a földfelszínhez képest. Előbbi, sőt, főleg azért fontos, mert az egyes elemek alakja azon fizikai körülményekre utal, melyek a légköri cirkuláció során kialakították őket, míg utóbbiból kiderülhet számunkra, hogy milyen formában tartalmazzák a létrejöttük alapját adó vízrészecskéket. Azaz, hogy csak folyékony halmazállapotú vagy jégkristályokká alakult vizet tartalmaznak-e. Ennek megfelelően beszélhetünk réteges és gomolyos szerkezetű felhőkről. A rétegfelhők legfőbb jellemzője, hogy vastagságuk vízszintes kiterjedésükhöz képest elenyésző, szerkezetük rostos vagy fonalas. Őket összefoglaló néven stratus-típusú felhőknek is nevezzük. E tipológiára ragyogó példát szolgáltat számunkra a névadó stratus. Tőlük eltérően a gomoly felhők esetében már a vízszintes kiterjedéshez képest nagy vastagságról beszélhetünk, és általában kisebb rögök, egyedülálló halmok formájában jelennek meg az égen, ezért cumulus típusú felhőknek is szokás nevezni őket. Ilyen felhők példának okáért a névadó cumulus, vagy az ivatarfelhő, amely latin nevén cumulonimbus. Egy másik osztályozási forma az a tipizálás, mely szerint a felhő alap magassága dönti el egy adott felhő hovatartozását, azonban az itt is kiemelendő, hogy konkrét éles határok az egyes fajták között nincsenek, mivel kialakulásuk évszak és földrajzi helyzet függő. Ehhez mérten osztályozásunk négyféleképp történhet. Mérsékelt övi átlagmagasságuk szerint nagyjából 6 kilométeres magasságban kezdődik felhőalapjuk, és úgymond határ a csillagos ég. Az etipológiába tartozó felhőnemek közös ismérve, hogy mivel nagy magasságok ígérnek, kizárólag jégkristályokból épülnek fel. Osztályozási szempontjaink szerint tehát ide sorolandó felhőfajta a cirrus, cirrocumulus és cirrostratus. Mérsékelt övi átlagmagasságuk alapján felhő alapjuk megközelítőleg 2 és 6 km között helyezkedik el, és nagyrészt vegyes halmazállapotú vízrészecskékből épülnek fel. Osztályozási szempontjaink szerint tehát ide sorolandó felhőfajta az altocumulus és altostratus. Az ilyen típusba tartozó felhőnemek felhő alapja található a legközelebb a talajfelszínhez, hiszen a felszín és nagyjából 2 kilométeres magasság között találhatók,
s kizárólag folyékony halmazállapotú vizet tartalmaznak. Osztályozási szempontjaink szerint tehát ide sorolandó felhőfajta a stratus és stratocumulus. Ezek a felhőfajok voltak épp, ha úgy tetszik, kakukktojásnak is nevezhetők, hiszen az előzőleg ismertetett kategóriák egyikébe se sorolhatók bele, viszont könnyedén összetéveszthetők velük. Ennek oka az, hogy például a cumulonimbus felhőtornyának legmagasabb tartománya gyakran súrolja magas szintű felhők szintjét. További fontos ismérvük, hogy a bennük lévő feláramlás is ilyen magasságokig terjed, így e tulajdonságaik lévén ők a legkiválóbbak a csapadékképződés szempontjából. Osztályozási rendszerünk szerint tehát ide sorolandó felhőfajta a nimbostratus, cumulus és a cumulonimbus. A felhő magassága legtöbb esetben 12-18 km, vonulási sebessége gyakran eléri a 100 km per órát, míg magasságából ítélve felső része mélyen benyúlik a troposzféra legmagasabb rétegeibe. Általában véve hideg és meleg frontnak egyaránt lehet felhőzete, ami azt jelenti, hogy télen meleg front esetén hó, nyáron hideg front esetén záporos, zivataros, esetenként jégesővé alakult csapadék hullhat belőle.